Ja, igen, a elemlámpát használhatjuk, ezt az R3-mal tudjuk előírni, ugye a jobb oldali joystickot lenyomjuk. És spóra a levegőben, ugye itt gombák vannak, amik fertőzik az embert, átveszik a... Hát a gazdatesten az uralmat. Nem volt emberen, hanem állaton is. És hát így alakul át, hát majd mindjárt látunk példát, de itt azért szükséges fölvennünk, hiszen így mi is megfertőződhetnénk, hogyha nem vennénk fel gázmaszkot. Ugye a légutakba jutva. Nézzük meg, hogy a Gulára mi a vélemény. Hát ez szerint ez nem túl régi hulla. Jobb lesz vigyázni, de hát itt látjátok, hogy hogy alakul át az ember. Szépen lassacskán. Rengeteg ilyennel fogunk találkozni. Meg hát lesz olyan a példány, aki megbuzdult. Tehát menjünk tovább. Ennek örömére. Jézusom, itt egy ember. Eltört a maszkja. És nem szeretné, hogyha átalakulna, így azt szeretné, hogy lőjük le. Nyilvánvalóan, hogy ne szenvedjen tovább, mert ez egy szenvedéses folyamat. Szenvedéssel teli folyamat. Hát itt ugye az ember eldöntheti, hogy mit csinál. Tovább is állhatnánk, tehát ez nem kötelező. Itt csak a játék bemutatja, hogy hogyan célozzunk és lőjünk. De ezt semmiképp nem muszáj megtenni. Itt most az dönt bennünk, hogy emberségesek szeretnénk lenni. Vagy pedig még inkább túlélők. Önző túlélők, ugye, mert egy golyó is számít. Egy golyó is golyó, ugyebár. És sokszor nagyon-nagyon sokat fog számítani, hogy egy golyóval több vagy kevesebbünk van a tárban. De még itt az elején azért ezt megengedhetjük magunknak, főleg, hogyha későbbi részekben megpróbálunk majd lopakodni, én mindig erre fogok majd hajózni. Hopp, ott volt valaki. Itt volt valaki, elreggyel. Joel szépen előveszi a füleit, és falon át látjuk a sziluetteket. Világítok, de ezt majd mindjárt. Mögé hasonlunk, háromszöggel elkapjuk, és a nézetet lenyomva megfojthatjuk az áldozatokat. Az elemlámpa az nem bántja. Illetve nem bántja természetesen, de hogy nem figyelnek rá fel a zombik, őket nem nagyon érdekli. Az, hogy kapcsolgatjuk, az már inkább érdekli, mert annak van egy ilyen kattogásos hangja, és ha jól tudom, erre viszont allergiások, tehát hogyha elkezdünk nekik villogni, hogy hő, úgyse veszitek észre, akkor ránk fognak ugrani, de nem azért, mert a fény zavarja őket, hanem a hang. Hangra viszont érzékenyek elég rendesen. Úgyhogy vigyázzunk a rohanással, meg az álló sétálással. Így húszva menjünk el mellettük. Az elemlámpában nem kell elemet cserélni, gázmaszkba a filtert sem kell, tehát itt örök életű minden. Annyi, hogy az elemlámpa majd egy kis idő múlva elkezd pislákolni, akkor meg kell rázni a kontrollert. Jó, itt csak egy olyan életerő emelő volt. Itt ugye nem tudunk használni, vannak ilyen... Jaj, ezek alattunk vannak. Onnan jött a hang. Ha nem is itt, hol volt? Na mindegy. Vannak olyan... életerő... hogy mondjam, emelők? Amik... tehát gyógyítók. Gyógyító... ilyen... csokoládék, akármik. Amiket nem tudunk magunknál tartani, viszont... viszont, hogyha felveszük, akkor töltődik azonnal az életerőnk. De ezt nem tudjuk magunknál tartani. Úgyhogy vagy fölvesszük és akkor gyógyít, vagy nem tudjuk fölvenni. Mert ez így működik. Na ezt jó körülményesen mondtam el. Na gyere tesz. Gyere ide szépen és akkor itt be tudunk menni. Igen, értem én. Ojja! Azt nagyon benéztem. Együk kolodév. Értem tesz. Jól van. Jól látszáztátok amúgy.
Néhány levél, és én már megyek a másikhoz. Ez jó, mint egy zombi. Jól van akkor. Ez tényleg ütős volt ez a... Na jól van. Damn it. Plank fell down. Igen, hogy jutunk át? Hát ugye, feladvány. Az ember először lehet pallót. Használjuk. Jó, hát nem ez a legnehezebb fejtörő, ami a játékban van, folyamatosan erősödik. De lesznek jó kis fejtörők. Ez is mindegy, hogy erre az oldalra, vagy erre teszem. Az előbb, előző végigjátszás próbálkozásomban ide tettem, most akkor ide teszem. Hát itt... Ezért szabadságunk van, ugye? Tehát nem hülyék az a... velünk dolgozók sem. Meg tudják fogni, ha ide tesszük, ha oda tesszük. Szegény tesz. Cipelhet. Na de nem baj. Oké. Okay. Mehetünk is. Mehetünk is. Jól van. Itt, ha minden igaz, akkor... Ja, még nem. Hülyeséget mondok. Nem lesz összetűzésünk. Azért ne utólag... Hogy mi előre mondjuk dolgokat. Na mindegy, hosszú. Szaladjunk. Közben nézem a streamen, hogy már hárman vagyunk. Mi érdekes, mert egy titkos csatornán vagyok, úgymond. És nincs címe a streamnek. Ezt pont azért léptem meg, hogy aki esetleg feliratkozott Twitchre, az ne ugráljon állandóan. Meg hát ugye hang sincs, én külön veszem a hangot. Tehát aki ide eljön, az csak a játékot látja magát. Az, hogy beszél valaki, azt nem. No soldiers, none of Robert's men, yeah? Lényeg az, hogy minél előbb kellene valami felvevő eszköz. Well, that'll make it more interesting. Good to go. Come on. Hey, Tess, hey, Tess. Hey, pretty lady, how you doing today? I heard you Not got right some now, Terrence. Guys. No, it's good looking Not out at the car. Not now, you hear me? Okay. You can do that. És megjöttünk egy külső... telepre. Előbb katonák által nyújtott álbiztonságban voltunk. Mennyivel rendezettebb volt a környék. Tudja, ott minden embernek megvan a saját baja. Azért szerintem itt is megvan. Eléggé kétes arcok vannak itt. Itt egy fizetett bunyó. És itt egy úton áll. Na, azért figyelj oda! Testőrömre! Jól van? És most egy érdekesség. Ez azért vicces, hogy ez direkt beolvast az ember mellett, ugye. Mármint, hogy beolvasott neki. Átvitt értelemszerűen. Na jól, nézzünk itt meg egy levelet, amit lehet, hogy lefordítok, lehet nem. Attól függ, mennyi erőm lesz rá. Mert elmondom, ez már 20. felvételem. Fuck this. Elegánsan rá a firkantva. Itt majd mindenki stoppoljon. Ha lesz fordítás, ha nem, akkor... Bocsi. That guy's been hoarding all sorts of shit in the factory. Whoa, hold on. Ezt is nézzük meg. Aztán irány. Te mit árulsz? Akkumulátorok és... rezsó. Gázrezsó. Gáztartály. Üzemanyagtartály.
hogy... Kanna, mindegy. Ó, forgás. Nem tudom használni azt a sargonfordulást, amit ugye az elején megmutattam. I'm looking for Robert. He come through here? Half hour ago. He went back to the wharf. He's there now. Tesz elég bőkezően szórja az adagkártyáit. Gondolom az a hátizsák megvan neki tömve, rendesen. Mert... mondom, bőkezű. Ajaj! Itt is volnánk. Meg is volnánk. Ugye még nem Robert. Let us through. You guys need to turn around and head back if you know what's good for you. Our beef isn't with you. We just want Robert. You don't want to do this. Turn the fuck around and leave now. I'm not going anywhere without Robert. Bitch, I will bash your skull unless you turn around and get your dumb ass out of here. Fuck this. Take cover! You ready? Yeah. Na nézzük csak. Get the angle on them. Itt az első húsvér ember, akire rálőhetünk, már mint aki vissza is támad, mert ugye volt húsvér ember. Most direkt nem szőrünk rája. Hú, majd egy fejlődés. Baszki. Köszi. Na látjátok, így hátra torpon, megtorpon az ember, hogyha rálőnek. Tehát itt nem tanácsos másiknak neki futni. Mert kap az orcára. Nem lehet motozni, tehát hogyha valaki valamit elszórta egy ellenfél, az a környékén lesz. És háromszöggel tudnánk felvenni, de hát itt most nincs ilyen. Azt akartam még mondani. Na is próbálkozz ide, gyere. Én vagyok a Sámli. Tudom, bakutat. Na, megtorpan az ember. Tehát, hogyha neki futnál valakinek, elég sokat sebez az, hogyha rád lőnek. Hát még az, hogy utána újból rá tudnak lőni, hiszen megtorpansz. Tehát futsz, és így hanyat vágódsz egyszer csak. Márpedig akkor, amikor rád lőnek. Úgyhogy jól meg kell gondolni az ilyet. Sokszor ki is emeli tippként a játék, hogyha ilyen átvezető képernyők vannak, hogy óvatosan ezzel. Na nézzük, itt mi lesz. More Robert's guys. How do you know they're coming? Two of our guys died trying to take Tess out. Az emberei. I guarantee that she and Joel are on their way here right now to get Robert. Jesus. We shouldn't have taken this job. Not our call. Aktiváld magad, ha már spread out, make sure no one's creeping around in here. És akkor lopakodva utána eredünk. És szépen megnyírbáljuk az ember. Hát mondjuk most nem tudjuk megnyírbálni, mert nincs késünk. De meg fogok mondani annál inkább. Ilyenkor, hogyha azonnal akarsz rámozdulni, egy pro tip az, hogyha ugye három szeg után egyből hop-hop, itt, amit mondtam, eldobta. Nem motozzuk, hanem csak elveszünk mellőle a cuccot. Tehát, hogy háromszög és egyből nyomsz egy négyzetet, úgy is működik. Tehát nem kell megvárni, még feltűnik az a négyzet gomb, ami arra utasít, hogy nyom meg. Tehát nem kötelező kivárni, én csak ezzel arra akartam jutni. Hopp, látjátok, itt megvártam véletlenül. Kicsit ide és oda is figyelek, úgyhogy azért vannak ilyen holt idők. Megvan a kulcs. Ugye mivel meglőttek, itt lesz egy szelet csokoládé, és ezt mondtam, hogy ezt nem tudnánk felvenni, hogyha nincs... ha nincs sérülésünk. Tehát ezt vagy felveszük, és csak akkor tudjuk felvenni, hogyha... most össze-vissza beszélek, tehát hogyha... Igen, csak megint a streamet néztem, tehát... ha sérültek vagyunk, akkor tudjuk felvenni, azonnal gyógyulás, egyébként pedig marad a